Szerelem egy díjamet, túl sokan meg a pénz a fia meneknek. Nem tudom meddig mehet ez, elszórom aztán megkeresem. Szórom a pénzem, kinyílnak a boltok. Millió most tudom, hogy érted, de nem ez a dolgod. Millió most Most írt Fannika, várj, elmegy egy geci hős, GPS, össze-vissza beszél, sziasztok, hello, ők nem ismerik. Fannival megbeszéltük 17:30-ra talit, most 18:16 van. Aki nem ismerné Fanni, nem azon állna, Luigi-vel szokott énekelgetni. Még megkérdezte, hogy hol vagyunk, mert elveg itt van az Oktogonnál, meg kiszállt már 20 perc az Iki Jenő utcánál. Most írt egy ilyet, most már csak 6 perc neki, szóval van most 18:16, hogyha 22-re nincs ide, akkor egy koporsó. Koporsó. Rossz felé mész, látunk. Itt vagyunk. A másik oldalra jöjjenek át. Másik oldalra gyertek át. Igen. Itt vagyunk egy BMW-ben, nézd ide! Na, csá! Beültessük a kocsiba! Menjünk fel hozzá! Na mindegy! Hol megyünk, Fanni? Meséld el! Hol megszálltam most a pesti utazásom alatt. És meddig maradtunk Pesten? Ma megyek haza. De miért? Jár rövid? Aha. De mert? Mert feljöttem anyukám a születésnap, járt meg ünnepelni. Ja, elvitted az Ázsia Centerbe? Nem. Nem hova? Nem. Valami jobb helyre? Voltatok a Fárajónál? Nem voltunk a Fárajónál. Amúgy a Molnárkrisztiánt azt ismered? Mert ő ott a Nyíregytől nem messze. Igen. Vagyis hát tudom, hogy ki ő. És őt nem akarod felkérni, egy klipbe szerepeljen? Hát de amúgy, már gondolkodtam rajta. Fingana benne a látétba, meg böfögne. Donét, meg ilyenek. Amúgy miért lettem én kivágva a klipből, azt mondd el, mert sokan nem tudják. Tehát volt egy olyan probléma, hogy a lakás, amiben laktunk, nem szerette volna, ha ott forgatjuk a videóklipet, de erről nem volt szó, de mindegy, lényegtelen, elintéztük ezt az ügyet, és ezért újra kellett forgatni a videóklipet, hogy ne legyen ebből balhé. És mennyit buktatok összesen? Inkább azt nem szeretném mondani. De miért? Mert tényleg nem. Hány százezres összegre gondoljak, vagy milliós nagyságra? Nem, milliósra ne gondolj, de szerintem elég az is, hogy... Pedig a Rajmund milliómosból kiindulva. Ott mi volt a baj? Amúgy azt tényleg most nem köcsökségből kezdem, azt iPhone-nal vettétek föl? Nem iPhone-nal, csak nem azzal az emberrel vettük fel, akivel szoktuk. Ja. Mert éppen nem tudtuk, de viszont... Mondjuk az alap az jó, a zenei szöveg. Azt te írtad? Micsoda? A szöveget. Hát együtt írtuk. Ja. És most mikor jön ki az új szám a Hello után? Hát most jön egy fesztivál dal, Game Over Fesztiválnak a dala, és most ez a dal fog jönni, utána meg megint majd valamit. És rólam nem akarsz írni egy dal? Dehogy nem. Na milyen? Hát, amilyet szeretnél. Amúgy akarunk egyet, amúgy tényleg megírhatnád. Csinálok egy olyan sorozatot, ami már le van forgatva nekünk egy évad. Az, hogy csöcsös csajok. Most már ezt be lehet jelenteni, nem? Most jelentjük be. Akkor most jelentjük be ezt egy ósorozatunk, hogy csöcsös csajok. A lányok, igazából különböző helyszínekre visszük a lányokat, és vannak olyan lányok, akik azért elég extrémeket villangatnak magukból. Exkluzívakat, ahogy a lányok így villangatnak magukról, és erre szeretnénk egy zenét, csöcsös csajokra. És erre írni egy zenét? Igen. Egy slágert. Egy slágert. Egy csöcsös csajos nyári slágert. Lehet egyébként. És hogyha még ha nagyon jó fejek vagyunk, akkor el tudjuk intézni, hogy a Lili is szerepeljen ebben a műsorban. Tényleg a Lili most még nincs itt között. Mit lehet róla? Annyi, hogy nem jött fel Pestre, tehát ennyit tudok mondani. Nem mindig mindenhova együtt szoktatok menni amúgy? Általában igen, egyébként most nem jött a Lili. Amúgy milyen együtt a közös munka, ahogy jöttök ki? Hát igazából jól kijövünk, az tény. Sokat lehet hallani, hogy a neten az kering, hogy néha a pattanásig feszül köztetek a hangulat. Mit lehet erről? Igazából nem köztünk, tehát hogy ez most igazából nem személyeskedés, nem köztünk, mint emberek között, hanem úgy, mint szakmailag. Nincs egyetértés néha? De van egyetértés, csak vannak olyan szituációk, amit a Lili például azért nem tud lereagálni, még mert most kezdte el ezt az egészet. És szerintem 3 hónap alatt az ember nem várhat csodát, tehát hogy most az, hogyha őt beoltják személy szerint, meg azt fogják neki mondani, hogy te szar vagy, akkor ő lehetséges, hogy nem úgy fog még válaszolni rá, ahogy ezt, hogy kéne válaszolni, mert még ő ilyen. Meg egyébként is nagyon szabad. De jobban kezelni ezeket akkor? Hát igazából azért, mert már tudom kezelni. De ő ki mondja rátok, hogy szarok vagytok? Nagyon sokan mondják ránk, hogy szarok. Irigyek, nem? Irigyek vagytok mi? A fasznak kell irigynek lenni a másiknak. Igen, irigy vagyok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk nálad. Azt bízunk benne, hogy jó menetelés lesz a jövőben. Minimum. Remélem annyira jól fog menni nektek, azt kérni nekem, hogy ilyen gyűjtsük fogtok járni. Én is remélem, nagyon remélem. És nem szabad káról veszik.